Több mint 3300 versenyző nevezett asztalitani sportágban a Diákolimpiára, amelynek országos döntőjét Karszagon rendezték meg. A harmadik, negyedik korcsoportos A kategóriában, azaz az igazolt versenyzők között a lányoknál Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Laska Íris harcolta ki az indulás jogát. Ő azonban a cseh nemzetközi bajnokságon állt asztalhoz a döntővel egy időben, így az apagyi Hanustyák Fanni ugrott be a helyére. A beugrás pedig olyan jól sikerült, hogy Oszlánszky László tanítványa egy vereség mellett 5 győzelmet szerezve a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A mezőnyt ismerve már a 8 közékerülést is úgy gondoltuk, hogy szép eredmény lenne tőle. Ennek ellenére Fanni a kimagasló teljesítményt nyújtva, előtte jobb helyezetteket legyőzve aranyérmes lett, ami minket is meglepett, őszintén megmondva. 6 mérkőzést kellett játszani, a csoportmérkőzéseken 3 mérkőzésből ugyan egyet elveszített, és emiatt rosszabb sorsolást kapott a főtáblán, mert megkapta az első kiemeltet, de attól kezdve magabiztos játékkal mindenkit meglepve ment a győzelem felé. A 4 éve pingpongozó Hanustyák Fanni a döntőben kétszettes hátrányból fordítva 3-2-re nyert az újonc ranglistát vezető riválisa ellen. Nagyon jól éreztem magam a versenyen, erős volt a mezőny, de hát így könnyebb volt már, mivel nem voltak könnyebben a felek, de voltak ilyen nehezebbek is. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint fontos, hogy a kisebb műhelyekben is olyan szakmai munkát tudnak végezni, amely diákolimpiai aranyhoz segít egy sportolót. Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen az egyéni sportágban egy kicsit mindig különlegesebb, mint csapatsportágban aranyérmet szerezni legalábbis. Én legalábbis így gondolom. És hát nagyon büszkék vagyunk Fannira, hiszen úgymond beugróként kellett részt vennie az országos döntőn, hiszen nem ő volt, aki megnyerte a megyei döntőt, illetve az országos elődöntőt. És az a versenyző, akinek részt kellett volna venni, ő egy nemzetközi versenyen vett részt, és így Fanni beugróként elment az országos döntőre, és mindenkit maga mögött tudva megnyerte ezt. Tényleg nagyon büszkék vagyunk rá, és hát köszönjük szépen azt a szakmai munkát, amelyet végeznek ott Apagyon, hiszen ez nem egy kiugró siker, hiszen folyamatosan hozzák a jó teljesítményeket, akár érembe, akár helyezésekbe. A karcagi döntőben a harmadik, negyedik korcsoportban a B kategóriás fiúknál a nyíregyházi Apácai diákja Erdélyi Balázs a negyedik helyen végzett, ugyanebben a korcsoportban a nyíregyházi Jókai csapata szintén a negyedik helyen zárt.